tölti. Az eső visszatölti szépen egyenlőre. Ezt még bírja. Tehát ez a 23 hónap az szerintem, hogyha harmadával megnöveljük a lakosságot egy csipgyártásnak, az hirtelen nagyon durva lesz. Úgyhogy nyomja csak a kis extra. Ezért most várunk egy kis üveggyártást, ahogy elnézem. Sót nézem, hogy az üveget mennyire kezdtük el kajolni. Itt a brine az, ami valamilyen oknál fogva most, mintha nem jönne bele annyi. Igen, mert kipöfögjük. Hát itt megkockáztatom azt, hogy ezt most lepauzolom, és nem pöfögöm ki a brine-t, hanem menjen oda a helyére, nem? Uh-huh. Viszont upgrade-elem ezt fűtött sólepárlóra. Mert hirtelen amennyi üvegházat meg üveges upgrade-et elkezdtünk csinálni, az dúva lett. Jó. Ezek itt termelik szépen a ezért. Ott a brine, az... Ja, hogy oda is megy a brine. Aha! A probléma azzal van, hogy nem az összes brine megy bele a só lepárlásba. Azt mindjárt megoldom. Azt mondja, hogy pipe 2 vagy 3-mal dolgozunk itt. Pipe 2-be. Jó, azt most quick remove volt, mert nem várom meg. És akkor rákötöm a teljes termelést a sólepárlóra is. Ja, ami... meg bele is rakhatnád a cuccot a csőbe, hogy azonnal épüljön bele. Így, ja. És akkor elvileg gyorsabban fog jönni bele a cucc. És gyorsabban is termel most már majd sót. Ez ennyi, hogy... kell a só. Show must go on. Ó, már kezdődik megint. Mert kifogyott a sótartály nagyjából teljesen. Uh-huh. Az meg nem jó. De nem... Azt nézem, mikor ér ide az autó, hogy felebrédelje ezt a sógenyót. Arra vagyok kíváncsi, pedig van hozzá építőanyag. Igen, idő, amíg idáig elfut. Pár hete kerestél Technikit Launchert, meg van-e még valahol, nem jelenleg nem működik a net szolgáltatás, ott is összecsokiszta magát. Az a baj, hogy áttértek erre a Microsoft fiókra, és újra kéne írni az egészet. Ez a Microsoft fiókra áttérés a hitelesítésben, ez nem tett jót neki. Na, sótermelés megduplázva. Ez úgy látom folyamatosban nyomja. És nézem, hogy nem ragad ebbe a brine, de úgy látom nem. Oké, elkezdünk dolgozni a chip projekten, annak ellenére, hogy még egyelőre nincs kikötőnk hozzá. Hű, hát öcsém, azért itt még van hova dumpogatni. Van ám. Itt még nem tökéletes a rendszer. Elég nagy távolságokat tesznek meg a gépsárkányok. És attól tartok, azt nézem, hogy a visszajövő autó... A visszajövő autó már az üzemanyagban fogy. A benzinkutat kéne létesítenünk. Az olyan buzis. Az olyan buzis, tudom. Fuel Station. Itt létrehozunk egy ilyen... benzinkút.
itt járkálnak, akkor oda jöjjön, ide jöjjön az üzemanyagállomás, és elé berakunk egy közepes méretű üzemanyagtankot. Vagy azt betaníjuk neki, hogy az dízel mindig legyen tele, ne exportálja ki az üzemanyagot belőle, importba jöhet, és egy autót rákötünk, hogy tankolhasson, sőt kettőt, másokat is, jó. A benzinkutat kellett csinálnunk. Ja. Mert itt mennek az autók, de eléggé nagy távolságot megtesznek, és hogyha még a sziget túlsó felére is járnak tankolni, az nem segít a helyzeten, szerintem. Ezt a tartályt akarom fölupgrade-elni gyorsan, hogy abba elkezdjék belehordani a... Na, az már ott megállt, hogy hol az üzemanyag. Hát ott, tudod, a balacskónál jobbacskón mellett. Jó, és akkor most már hordhatják bele a cuccot, tehát hogy így ez a lényege a dolognak, hogy... Itt van honnan elvinni. Mert van üzemanyagunk bőven. De hát idő még ide ér bármi is. Még nem is látom, hogy jönne egy tartálykocsi ide. Pedig már biztos van ott üzemanyag, mert az ott tankol az az autó, ami ott volt. De üzemanyag nincs. Ezek azért vannak itt, mert hogy ők lesznek azok, akik meg majd innen tölthetik a markolókat. Üzemanyag hiány. Ezt tudjuk, ha ide hordanátok, csak very busy a rendszer. Aha. De szar. Jó, hát talán lehet, hogy a very busy-t azt szüntetné meg, hogyha ide magasabb prióval jönne az üzemanyag. Mint ahogy dumpolnak. Nem? Uh-huh. Lehet, hogy segítene. Már jön az üzemanyag. Elvileg az a fehér az az. Igen, igen. Rajta vagyunk az ügyön. A priót adunk neki, azért csinálja, csak ezt föltölti a kutat is, föltölti a töltőautót is. De már ide tudott jönni az autó szépen tankolni. Jó. Ez csak annyi, egy kis logisztikai upgrade. Most már extrém buzi. Most meg stable lett. Ja, stabil. Stabil oldalfekvés, ja. Igen. A kaja egy fikarcnival nem mozdult előrébb. Nem, mert szerintem szinten van. Jó. Erre van megoldás. Le kell klónozni. Szép nagy kopi. Ezt addig kell csinálni, amíg meg nem oldódik. Nem? Te honnan tudjam? Ülök én Bálint gazda, vagy mi a lófasz? Stable istálót is jelent. Ja, az is igaz. Ez igaz. Akkor az a teherautó istáló. Teheristáló. Az basszus. Ma mi lesz a kakinak való, mit tudsz? Az Évi mondott valamit arról, hogy ő körömpörköltet akar csinálni. Én nem akadályozom meg ebben. Körömpörkölt csülökhússal. Azaz.
De lehet, hogy csak csülök hús nélkül. Tök mindegy, csinálja. Én mondtam neki, hogy szóljon, ha kell segítség. Mert nincs. Megennia. Mert nincs. Csak ő eszi otthon náluk, tehát így leszokta hozni az egész vödörre. Az úgy olyan, amikor egy olyan 4-5 kiló körömből megy a móka. De úgy, hogy nem tudom, én a mai napig sok ember használja ezt a papírszalvétát. Mi? De mire jó, amikor körömből... Rád ragad. Rád ragad, utána meg sikáltod magadról le. Ja, ja, tök jó. A vas el fog fogyni egy idő után, most stabil, de később a vasbányászatot, azt itt a világ végéről kell hordanunk, és akkor az már szívás lesz. Nem lesz szívás, mert letakarítod, és oda is raksz egy vasfeldolgozást. Figyeld, ott kifogy, lekopizod az egészet, ami ott van, termelés van, lekopizod, átrakod oda, ezt meg lebontod. Nem hülye no, ötlet, ez jó ötletnek ennyi, tűnik. Jó van. Ennyi, és akkor ott lesz a gyártás. A csirkefarm hogy tud azért nyelni, hogy még mindig nincsen elég kajája? Én nem hiszem el, hogy a csirkék ennyit zabálnak ebben a játékban. Ezek egyfolytában. De már 447 van. Mondjuk akkor fog szaporodni a tojás jelentősebb mértékben, hogyha már a csirkét nem szaporítja ezt, én értem, csak... Uh-huh. És ott mi volt ott az a beállítási funkció, az ott enable, mi volt az ott benne a csirkefarmba? Hát ugye le lehet vágni őket, le lehet pauzolni a növekedésüket. Még azt lehet, hogy le lehet a pauzolni most már egy kicsit a növekedést, nem? És ezért legyen tojás belőle? Hát inkább nem, mert akkor a tojás is jól jön nekik legalább. Jó. Ennyire, hogy jön bele a kaja most, figyeld? Hát most éppen jön bele a kaja, mert hoztak egy teherautónyit. Igen, az egyre több helyről jön ám, hát a kukoricától jön a kaja. Lehet blueprintelni. Persze, ki lehet másolni mindent. Copy, paste. Copy-val, minden. Sőt, van benne olyan, hogy cut, tehát elvileg áthelyezni is lehet. Uh-huh. Amit majd ki fogunk próbálni, csak ahhoz, hogy ilyeneket csináljunk, ahhoz itt faírtást kell végezni, nagyon. Ott kell nekik beállítani majd a legkövetkezőt, nem? Ez ilyen, igen. A faírtást beállítjuk. Ami a mivel játék... sok a fád, átmész a városba, és fáért tudsz építőanyagot, vagyis betont szerezni, aztán rögtön majd lesz miből csinálni, nem? Mert lesz mit szedniük, ja, mert most tele van a fa. Hogy legyen meló? Hát persze, mert most tele van fával a sziget, tudod. Ott van a... Jó, kopra megvettem minden betont. Ennyi, és akkor most van, most 800 fát megint ki tudnak vágni. Na. Igen, de ugye van faírtás feladata a ezének is. Hát a bútorhoz megy el egyedül a fa, meg nem is tudom mihez. Az építőanyaghoz. Uh-huh. Na. De azt mondom, hogy van faírtás feladat a farmok mellett is, bőven. Aztán, hogyha mégis megtelene a fa, hogy ne menjen olyan lassan az a favágás, le kell rakni egy rohadt tárolót, ami fát tárol, pluszba az is, ami 2000 fát le tud tárolni a nagy tároló, nem? Igen, rossz gombot nyomtam. Nem recoverözni akartam a favágót, de nem baj. Hanem adni neki még két autót. Minek? A favágónak? Aha. És most az építőanyagot elsütjük. Uh-huh. És upgrade-re is, hogy fogjon. Na, azért mondom, hogy igazából azt lehet egy fatárolót lerakni nagy valahova, nem? Nagyhajó, a 610-est még szájba vágta, ugye? Igen. Ez a 990, az erős. Az 470, az 610. Lássuk, a 470-es a sima liba. Uh-huh. Közben küldöm pofoszkodni ezért is. Uh-huh. És mi, hogyha leraknál egy fatárolót ideiglenesen? Van egy elég nagy. Hát de az tele van? Majdnem már megint, de az azért van tele, mert hogy ebbe hordhatják bele a favágókat, cuccot.
De például a fut... vágják a fát, oda leraknék nekik egy raktárot oda középre, ja, nem, és elkezdte zabálni az építőanyagot, majd mindjárt felpörgetjük az eseményeket. Egyhogy az építőanyag felhasználásával ugye nagyon-nagyon nagyon izé, a másik, hogy hát az a probléma, hogy elkezdtek nőni a távolságaink olyan mértékben, amit egyelőre nem bír el a szállítórendszer, de ha nem ide dumpolnak majd a világ másik felére, hanem a kikötőbe, megint megjavul. Persze. Hát szerintem nem, egy fél óra játékidőben is kész lesz körülbelül. Igen, igen. Na, ezt leverjük. Bum. Oké, ott az összeköttetés megtaláltuk. Ott is van kvarcványa, 990-es battle score-ral, király. Tök jó. Én próbálom felderítgetni a dolgokat, és brutális battle score-ok vannak itt körülöttünk. Mondjuk ilyen messzire még talán nem is tudom, hogy eljutottunk-e a hajó. Nem jutottunk el, mert nem láttunk sose 990-est előtte. Szaporodik enyhén a kukorica, a krumpli még mindig nem. Hát nem, mert a krumpira hány far van? Egy. Milyen? Egy, négy. Hol? Hát itt építettünk ugye kukorica, zöldség, krumplit. Nem, kukorica, zöldség... Búza. Búza. Aha, jó, akkor mindjárt három krumpli farmot leverünk. Azért mondom, mert nem volt. Én úgy tudom, hogy nem... Jó, hát azért mondom, hogy tehát hogy erre megyünk rá, de a kukorica elkezdett szaporodni. A zöldséget nem tudom, ennek mi a baja? Nem kap vizet. Azt nézem is, hogy miért gyors. Akkor nem elég már neki ez a vízellátás. Rakjál le még egy pumpát oda mellé. Szerintem már kevés az egy pumpa. Greenhouse 2. Hát az a 0,1 unit, amiben belekerült, az lófasz volt. Persze. Na most már, vagy szerintem idővel stabilizálódik a víz ott. Hát kell neki, ha két pumpát rakunk rá. Sőt, ha még le akarsz rakni három krumpit, még egy kell. Igen, én is ezen gondolkodok, hogy... Még egyet oda vigyeztesz mellé. Ezt hagyom normában megépülni. Uh-huh. És elég rá csak egy csövet ráhúznod, nem? Igen. Uh-huh. Na, és akkor jött a kopizás, ja nem? Ja nem, még, várjál, mert hogy idő, még a favágó még nem tetszik. Erre a játékra mi nagyon rákattantunk, Yakuza. Erre mi is rákattantunk. Kibaszott összetett játék. Igazából... Nem véletlenül vettem meg a csatornának, amikor láttam róla én is videót. Te már láttál régen videót, csak hát aztán ennyi volt, nem? Hát láttam, tehát hogy hallottam a játékról, de nem játszottam vele. És ja. Ezzel elkezdtünk játszani, és annyira rákattantunk, most... Már van időnk, úgyis dumpolgatunk, mindjárt megmondom neked, a YouTube csatornán hogy állunk a feltöltésben, a meddig vagyok beidőzítve már. Az meg belagolt az egerem. Megint elszállt a izé? Nem, megy a játék rendesen. Akkor lehet, hogy a böngésző adta meg magát. Nem, már biztos, hogy a böngésző adta meg magát. Ez nem tudom, ez olyan időnként megadja magát a tűzróka. És ilyenkor nem is tudom elindítani, amíg ki nem lövöm. Mondjuk az operának is fut itt egy ilyen 200 folyamata. Nagyon jó. Firefox, ír istenem. Miért kell neked mindig meghalni? Na. Szóval azt akartam megnézni pont a YouTube csatornán, hogy már meddig vagyok feltöltve, beidőzítve. 82. részig. És ilyen 30-40 perc között van egy videó általában.
Azért az ühüm, nem? Az igen. Na, visszatérünk a játékhoz. De így, így összességében 82-nél járunk, és van, ami, van még vagy 30, ami ki sincs töltve, szóval még az Oxygen Not Included-ot is át fogjuk lépni részben, pedig az is 100-valahány rész lett, ha jól emlékszem. Ja. Nem tudom már, mert arra is rákattantunk arra a játékra annó. A dumpolnak, ahogy lefelé haladnak, egyre jobb lesz. Hát egyre kevesebbet kell, mert ugye megy lefelé a rámpa, egyre kevesebbet fognak oda önteni, és meg lesz hamarabb. Igen. De a föl a magasságot, mire kitöltik az idő. A homokbányászok azok így ilyen homok és kő követ vegyesen nyomnak. Ok, sziasztok, hello! Hova? Azt mondja, mész a YouTube-ra? Ennyi. Ja, meló. Jó van, oké, rendben. Jó, kitartás. Ennyi. Hello. Kitartás a melóhoz. Dolgozz keveset, nem éred baleset. Én mindig úgy csináltam. Na jó, hát aztán nem így van, ezt te is tudod. Hát, ja. Mindig úgy kell dolgozni, hogy más is odaférjen. Igen. Én nem ennek vagyok a híve. Én azt szoktam mondani, hogy végezzük el a melót, és utána azt csinálunk, amit akarunk, nem? Nem tudom, ki hogy áll hozzá. Vannak a munkában olyan fázisok, amikor nem tudsz más csinálni, csak üldögélni. Az megint más, amikor úgy alakul. De szerintem az neked is idegesítő lenne, hogyha ezé lenne, nem látom, az a baj, nem látom fölülnézetből, hogy hogy kéne ezt úgy leraknom, azt a csövet, hogy jó legyen. Így. Így döntöttem. Ennyi. És akkor... Na, hogy mit akartál mondani? Tehát, hogy persze, ha várni kell valamire, várni kell valamire a munkában, de én amikor ilyen csapatmos munka volt világéletemben, azt mondtam, hogy toljuk le, aztán utána azt csinál mindenki, ja, amit akar. Szerintem ez egy jobb megoldás. Na, most sok ember nem így van vele. Van az embereknek, tisztelete kivételnek, van egy olyan része, aki inkább azt csinálja baznak, hogy dolgozz, hát te mi a fasznak dolgozzak, én a te úgyis megcsinálod, nem? De a fizetés nőről, hogy tartják a markukat a gecik. Ez így van. De ez mindenki... Meg lehet nézni, itt van a főtanúság, aki ezt nem tudja, az nem látott tévét se. Lásd, építőipar. Mit látsz az utak mentén, bazd meg? Egy lapától, a másik három meg a lapáton támaszkodik. Igen, holott jóval hamarabb végeznének, ha megcsinálnák, és... De itt nem arról szól a mókaid, mert itt nem időre megy, hanem van egy fix pénz, azért mi a fasznak hajtsa túl magát a többi hülye, így vannak vele. Ha de... nem időhöz kötött a meló, akkor majd kész lesz, nem? De, mondom, így de nem ugyanannyi a fizetés, ha megcsinálja három nappal hamarabb? Nem tudom. Hát az építőipar mindig is így működött. Az ilyen fura volt, igen, de alapvetően... Nem, nekem az a legfurcsább, hogy házakat építenek, és tisztelet a kivételnek, de a dolgozóknak szerintem a 90%-a full alkoholista. Na most ezek, amikor reggel már beveszik ezt a könyves aktimát, meg ezeket a zsavaros kifé, meg ezeket betolják, tehát fölmenek a zsaluzatra a basszus, és akkor ott dolgoznak, bad meg. Én nem is tudom, hogy nem félek attól, hogy leesnek. Mert ugye tudjuk ezt nagyon, hogyha ott baleset történik, akkor azért jól megbasszák ám a céget is érte. Mert egy normális helyen megszondázzák az embert munkába menet előtt. Hát én nem tudom, tehát én nem tudom elképzelni, hogy miért lenne nekem jó az, hogy ezért nyomom a kőműves aktimet hajnalba.
De szerintem ez csak Magyarországon ekkora divat, vagy Európában. Én nem hiszem, hogy Amerikából a felhőkarcolókat, meg Dubajból építik. Ott bazd meg, már részegen mennek be az emberek dolgozni. Hát ott bazd meg leesik 2-300 méter magasból, ott már nem kell orvosi ellátást biztosítani szerintem. Az biztos. Az tuti. Szóval sokszor nem értettem ezt se, hogy ez mire jó, és majd megépül valahogy. Ja, mert én dolgoztam építkezésen annak idején Svédországban. Van az ott is, csak nem ilyen mértékben, írja az Olika. Ja, te voltál Amerikában építőiparban dolgoztál? Na, mert Svédországban bazd meg ezek a kajaszünetben is ittak. Fél elmentünk, építettünk egy házat Stockholmba. Reggel ezek már ittak. Munka közben ittak, hazafele bazd meg, amikor 5 órakor végeztünk. Az első út egy olyan áruházba veszetett, mint mondjuk egy budaörsi ósant képzeljen méretbe, háromszor akkorában, amiben csak piát árultak. Ceszt. Semmi Hello. Más, csak alkoholokat. Mi történt ez árammal? Mi történt? Valami nulla lett. Igen. Ott mutatja a cső, ott mutatja, hogy valami ott megállt. A fasz tudja. A víz elfogyott a gőzgépbe. Ha-ha-ha-ha, nekünk van egy atomerőművünk, köcsök. De mitől fogyott el a... Ja, a víz fogyott el annyira? Pedig ennek a vízrendszere is be van kötve a farmokba. Mindegy, hát az most komoly. Beindíjuk az atomerőművet egy kicsit. Az, ha beindul, az beindítja a másikat is. Na, aztán visszatérve, amikor kint dolgoztunk, volt egy főnököm, hát az nem tudom, mennyi ideig dolgozott, 2 hétig, mert azt elküldtem táppénzre gyorsba, mert már undorító volt az ember, agyam volt. Igen? Hát tudod, ő ilyen magyar vállalkozás, de római. Jajaj. Hallod, a szerződése nem tudta aláírni a saját nevét. Ott kezdődik a probléma. És ez volt egy főnök? De nem is ez volt a probléma, mert ez legyen, érted? Ő volt a művezető is, hallod? Oda jön mellém, és akkor elkezdett így köpködni. Tudod, mert a rómaiaknak ez nem tudom miért egy már... Magyar is köpköd, de a római még jobban. Már amikor 10 perc beszéd után már volt mellettünk egy kisebb, ilyen kis csónakázótó, tudod? Azért mondtam neki, hogy hagyd már abba, ember. Legalább még velem beszélsz, ezt én miattam locsoltad a virágokat Svédországban. Azért állt meg, mert a kipöfögést leállítottuk, tudod, itt a Brian-nál. Ja, sóra átállítottad, ja. A Brian-t, vagy mit. És megállt a víztisztítás. Most már akkor levett, most már hadd menjen ki. Ja, és az, hogy nem volt áram, a karbantartás is elcsúszott elég jól. Hál' Istennek, az két gyár majd visszaállítja. Most helyre rántjuk az energiát hirtelen, most hagyom egy kicsit a izét, de az atomot figyelni kell, ugye arra oda kell figyelnünk, hogy ne legyen gond. De közben figyelünk, nem tudta leírni a nevét, ott tartottunk. Hát megmondtam, hogy összeköpködte az életét. De nem értem, hogy ki nevezi ki az ilyet művezetőnek. A testvére Bartnak, aki ugyanúgy római. Jaj. Úgy az. Ezek összeszedtek valami kapcsolatot valami svéd vállalkozóval, aki kiadta nekem a magyarnak az építéseket. Annyi volt, hogy a lengyelek jöttek, azok robbantották a sziklát, mielőtt ment az építkezés, mert hát Svédország, Stockholm sziklára épült ország, most mondjuk azt. Igen. És ott el kellett, ott nem úgy ment az alapozás, hogy földetású minden, hanem ott sziklát kellett robbantani, amire lehet alapot csinálni. Azok lerobbantották a cuccot, aztán jött a munka. Lejjebb kell venni a gőzt, mert már sok. Jaja. Már kell sok lenni. Egyes szinten úgy látom, hogy mehet az atomerőmű. Uh-huh. Az valószínűleg ezért csak be fog villogni folyamatosan a vízrendszere, de ha ettől eltekintünk, akkor valószínűleg jó lesz. Uh-huh. És közben meg nézem, hogy miért nem tud dumpolni. Azért nem tud dumpolni, mert gyökér.
Nem, mert az a hülye Na, végzett, igen, most visítette be. Végzett vele. Jó, időt most megáll, vissza, most megállítom, és én ki. Kikötök! Azok a rég volt szép idők. Üzen a part. Nyugtalan. A két hülye. Rá tudod húzni a másikra, mert úgy, úgy csináltad meg elvileg, aha. Elkezdték tőteni amúgy is a hurkát. És akkor közelebbre dampolnak, akkor stabilizálódik a szállítmányozás is nálunk. Így van, azok a hülyék onnan fő találtak, szerinted? Igen, most kezdenek föltalálni. Na. Úgyhogy... Kész, ide most abban nem kell jönniük elvileg. Jó. Erőművet viszont csekkolom. Uh-huh. Jó, az erőmű az... Közben nálam Nino van. Azt hallom. A karbantartás még mindig nagyon hát az áram most áll rendbe, a szállítmányozás most áll rendbe. Uh-huh. Most megy a karbantartóba be a cucc. Itt már dolgozik ezen. Jó, van. Csak akkor még idő, amíg beleszalad a karbantartóba a cucc. Persze, persze. Figyeljük a karbantartást, de nem hirtelen esik le 100%-ról nullára. Ja. Szerintem azzal, hogy az áram helyreáll, úgy jó lesz. Az atomerőművet kell figyelgetni inkább. Attól tartok, most hogy az... Most elég vissza a vize is. Hát majd, ha esik az eső, akkor majd gyűlni fog benne a víz, szerintem. Ja. Például most. És most kell megnézni, hogy ilyenkor mennyire nő. Hát nem tudom, lehet, hogy a farmok megkajolnak egy csomó vizet. Van erre, egy kiváló ötletem van erre a megoldásra. Itt van elvileg víz valahol, nem a földbe. Ramp. Ide építünk egy vehicle rampet, hogy oda tudjanak majd menni. És ebből a csőből, amiből kifelé köpi az atomerőmű a cuccot, ebből bevezetünk a farmokba is. Ha a farmok kevesebb vizet zabálnak el, akkor van arra esélyünk, hogy ez se fog elfogyni hirtelen. Mert végülis miért ne kapják a farmok meg? Ja. Az a jó, ha mindenhol van bőven. És akkor van arra esély, hogy nem innen fogja 100%-ba lökni a vizet ezen a csövön. Lehet, hogy ezt a csövet le is verhetném, hogy ne a főtartályból, hanem a kivezetőből lopja el, nem? Nem tudom. Hát gyorsan kideríthető, mert fogok nyomok egy pausztra, és edd meg a kivezetőt az atomreaktorból. Nem? De. Na, eldobta nálad most a kockát? Most dobálj, aha, igen, megint szarakodik. Nálam te kezdett tekerni a kijelzőn a cucc, hogy mi a fasz. De most nem volt olyan csak hosszú. Csak egy pillanat, nem sokat dobott el, egy ilyen pár másodpercet. De most megint csinálja. Aha. Ezt nem hiszem el, hogy ezt nem bírja. Megint szar. Tori megy főfele, nem tőt? Nem, de hogy... Ilyenkor újból be kell lépnem az adásba, mert ilyenkor tudod, akkor... A meghúzotta csúszik. Az a baj, hogy megint piros. Megint piros. Ja. Egyem az uzáját, hogy nem bír normálisan a net menni. Mint jó, hogy valaki piszkálgatna bele, nem?
Nem tudom, mert nulla. Hallasz? Én hallak Hallasz, teljesen. hallasz, hallasz. Jó, az van, hogy annyira szarul megy, annyira akadozik, hogy lehet, hogy le kell Router állnunk, újraindítás? ha router újraindítás, le kell állnunk az adással egy pillanatra. Aha, mindjárt jövünk visszanézők. Hát az a baj, hogy nem hallják, nem tudom, hogy De hallják-e. hallják, mert néha, amikor megáll, akkor utána hallanak. Jó, leállunk egy pillanatra az adással, skacok. Itt le is pauzolok a játékban. Leállunk egy pillanatra, és akkor rövidesen jövünk vissza, megszereljük ezt, hát ha sikerül. Úgyhogy, ja, hát hogyha nem találkozunk, akkor nem jött vissza a net. Ha találkozunk, akkor pedig körülbelül 10 percet kérünk, úgyhogy kitartás Jaja. eddig is, kacok. Na, úgyhogy akkor leálltunk.